A szép napot, kollégák, ismét! Vettünk! Vettünk, srácok, vettünk! Igazából jelenleg még nem vettünk, mert még most megyek oda földhöz, de két kanyart fogok menni, úgyhogy remélem elég lesz a mag. Jelenleg még egyedül vagyok, mert apáik elmentek hozni még vetőmagot, mert ugye körülbelül két hektárt már elvetettünk, meg itt van még 1,7. A lajt az csörög mögöttem, úgyhogy mindjárt megszűnik, csak odaérünk. Egy hétben mondjuk. Ugye a fogasok lent vannak, azért csörög-zörög az egész. Meg hát széles, mint a dögön, 4,2-4,3. De azt hiszem, valahogy így van a lajtának a szélessége, de nem így van, akkor azt majd leírjátok úgyis. Tritikálét vetünk. Milyen fajtát, azt ne kérdezzétek, nem tudom. De azt is mindjárt megmutatom, hogy milyen állásban. Meg hogy hogyan van, meg minden, elmondok, hogy beállítást, hogy nagyjából, hogy én tudom. Ez lesz a kis földünk. Azt mondja, teszünk egy terepet neki. Terepőt bevetünk, mert nem valami jó főt, meg hát a vetőgép is azért kell még. Így is. Oké. Na. Kölkesztyű. Hol a párja neki, he? Ja. Főhúzzuk. Szóval ezt is felemeljük. Jó öreg 82-es. Kivesszük a biztosítót. Miért ne? Alkatrész az tele van, szóval azt ne nézzétek. Kicsit összeszedtük magunkat, de hát Istenem. Ezt lepucoljuk. Úgy nagyjából nem kukoricaszár, minden van rajta. De majd ledobálja. Szóval, ez így jó. Maga, hogy állunk? Ó, még van benne. Ebbe kicsit kevesebb, de nem baj, jó lesz. Ezt nyitva hagyjuk. Így is van. Azt mondja, nyomjelzőt azt lenyitom, mert az kell. Sokat nem fog mutatni, de majd meglátjuk. Ugye lajta azt mondja, hogy itt van A-ba, itt meg a 8-asba. És akkor itt így van beállítva. Itt a Schuber, ez a fölülről a 3-ason van, meg a másikba is. És így vett körülbelül 250 kilót hektáronként. Szóval a fűtéscsapot még elzárom. Ugye ezt az MTZ-be itt kell, legalábbis ebbe, mert piszok meleg vaja, meg a... Ezt lehet meg kéne kenni. Egy kicsit nyikorog. Jó. Azt mondja, ez jó lesz itt. Gumicső, ha netalántan elszakadna. De majd úgyis szépen ki lesz takarítva, még mielőtt megszólnátok, hogy miért ilyen csubás a traktor. Na, ajtó becsuk. Terep 5. Ezt fölemeltük. Ugye hidraulikakarra mehet le. Ja, meg a telefon. Csöngetőbe van. Maradhat itt szerintem. És szerintem megyek egy két kört. Akkor meglátjuk, hogy mi a hell ez-e. Oké. Ja, meg az eleje. Opa, az elmaradt. Na, néda. Oké, most benn van. Szabad szemmel át.
látom, hogy dobálja magot. Nem tudom, hogy a kamera azt hogy adja vissza. De remélhetőleg jól. A túlsó fele, ugye az a kicsit kevesebb van. Úgyhogy remélem egy két kör kibírta, majd a egyszer körbe mentünk, utána kiszállok. És megnézem, hogy akkor mi a helyzet. Ezt a földet nem is tudom, valamelyik, nem tudom mikor szántottam, egy hete? Val szántottam, tárcsáztam. Egy hete körülbelül? Vagy lehet, hogy több. Nem, bocsánat, kettő hete csináltam meg. Ha kapott egy kis esőt, így is elég rossz. Úgyhogy, ja. Az előbb volt itt egy klassz traktor, ott van messze egy 946-os. Tárcsázik, ha jól látom. De azt úgyse fogjátok látni. Most vetek úgy igazából először ebbe a lajtával. De én mindig azt mondom, hogy ez a lajta vetőgép, ezt magyarok csinálták, Mosonmagyaróvár, azt hiszem. Ott volt a gyár. Hát nagyon patikán összerakták, mert ez egy nagyon jó vetőgép. Ez bárhol, bármikor el tudsz vetni. Ez a puhafődbe, keményfődbe, sárba, hóba, jégbe, mindenhogyan lehet vele. Nem lazítózik. Lazítózik. Nem tárcsázik, lazítózik. Remélem, megyünk bele az árokba. Nyomunk egy körbe karikát. És úgy állunk bele az ügyeszegésbe. Lehet kicsit összeszedni magát, hát most Istenem. Ó, jó lesz ez. Itt azért jobb a föld, mert többször elmentem a szegésbe. Próbálok minél jobban vetni. Ugye mit tudom én, egy hétfőn vetettem a... Nem, várjál. De hétfőn vetettem ugyanígy az MTZ-be, meg a kis Amazon vetőgéppel, arra nem csináltam videót, mert nem csináltam. Az egy kis 3 méteres kis igazi retro. Fő van újítva, papa fölújította. Jó, teszi a dolgát. Azzal is meg voltunk elégedett tisztára. Ugye addig még nem lesz hozva maga, addig itt egyedül fogom nyomni, de utána visszaállok föl a vetőgépre. Egy kis nádas, nem számít. Remélem tele megy levélle, akkor aztán örülni fogok neki. Egy hibája van ennek a vetőgépnek, hogy csoroszját kéne cserélni, de a Norton szekrény az patika. Igen, itt egy kis faág, lajtának nem számít, rácsának sem számítunk. Jó. Pácsántjuk. Mám amúgy vadászat van, csak nem tudtam menni, mert ugye vettünk. De remélem, hogy jövő héten akkor már tudok menni, jó. És apa azt mondta, hogy holnap legyűrűzi, én meg ha minden jó megy, akkor vetés után elmegyek szántani a zöldítéses tarlót. Vettük. Ugye lajtában nem lehet tolatni, vagy hát lehet tolatni, csak akkor, hogyha nincsenek lenne a fogasok, de mivel lent vannak, ezért így körbe karikára kell vele fordulni. Legalábbis nekem mindig ezt mondták. De mindjárt kiszállok és megnézem, hogy áll a mag.
mert igen kevés van szerintem már. Megint összeszedte magát, jó van, ott rohad. Igen. Ez jó, mert ebbe van. Nem csávázott vetőmag még mielőtt beszólna valaki, hogy mini is rajtad kesztyű, nem csávázott, hanem otthonról lett főmerve. Ugye az a baj, egyedül van az ember, akkor nem tudja, hogy mi a stájsz. Elszakadt egy cső. Ezt majd kicseréljük. De ez most ezt kibírja még ezt az egy kanyart szerintem. Ezt nem lehet így visszatenni? Dehogy nem vissza le. Nem tudom, menjek-e még befele? Hopp, egy darázs. Lenyelvet. Darazsat nem vetünk. Még befele elmegyek, és akkor úgy jó lesz. Hogy állunk videó? 11 perc. Hát csak szerintem már annyi is lett volna ez a rövidke vetéses vlog. Ezt még szerintem elvetem. És utána megyek szántani. Először kaja, és utána szántani. Talpát, ezt nem lehet följebb enni. Ó, mindegy, nem kell vele foglalkozni. Norton szekrény tökéletes. Meg van kenve. Vagy a nagykönyve meg van írva. Szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ez, ha minden igaz, akkor ma van 4-e. Mai nap fölteszem. És akkor, vagy lehet, hogy este fele, vagy lehet, hogy holnap, nem tudom. Úgyhogy remélem, mindenkinek tetszett ez a videó. Mindenképpen dobjatok rá egy lájkot és kommentet. Írjatok, hogy tanuljak, én is, ti is tanultok, én is tanulok. Úgyhogy jó munkát, kollégák, jó munkát!